A tavaszi és a nyári világkupa viadalokon nem került érem Tarjányi István nyakába, aki azzal a céllal utazott az elmúlt héten Olaszországba, hogy legalább egy dobogós helyezéssel a tarsolyában térjen haza. A pízai az egyik kedvenc verseny a Nyíregyházi Sportcentrum kerekes székes vívójának, mivel már több alkalommal végzett az első három hely valamelyikén. Az éremszerzés ezúttal is sikerült, a karszakákban kissé kalandos körülmények között jutott be a legjobb négy közé Pákei Béla tanítványa. A négy közé jutásért, ami már éremért ment, ott egy francia ellenféllel, egy paralimpiai negyedik helyezettel vívtam, és nagyon szoros volt, sajnos a zsűri nem volt a toppon mindig, és egyszer elnézte a gomnyomást a gépen, le is vezette a tust, 12-11-re én vezettem, és akkor levezette, hogy én adtam a tust, miközben a gépen pedig az ellenfelemnek nyomta be a gombot, tehát ő neki adta meg. És nem értette, hogy mi van, miért háborodtunk fel, persze azonnal az edzők mindenki beugrott, hogy mi ez, hát hogy lehet így, és én sem értettem az egészet. Utána pedig volt egy 5-10 perc szünet, amikor erről vitatkoztak, és az a döntés született, hogy nem adta meg ott ust senkinek, miközben én adtam, és maradt a 12-11, utána pedig sikerült fejben ott maradnom, és teljesen a meccsre koncentrálnom, és ennek következtében sikerült háromszor egymás után ust adnom zsinórba, és így lett 15-11. Mint a sportoló elmondta, a pízai szereplés plusz motivációt ad a jövőt tekintve, amelynek fókuszában már a párizsi paralimpia áll. Ez év október 1-től 24. május 31-ig fog tartani a kvalifikációs időszak, ezen belül lesz 10 világkupa verseny, 2 Európa-bajnokság, ebben az évben lesz Európa-bajnokság is 24-ben és 23-ban világbajnokság. És a 10 világkupából számítani fog a 6 legjobb, illetve a 2 EB-ből a jobbik és a VB. Ezeken kell kvalifikálnia magát, hogy ki tudjon jutni a párizsi paralimpiára. A mesteredzőnek egy tanítványa már szerzett érmet paralimpián, Veres Amarilla Rióban párbajtőrben végzett a harmadik helyen. Ez az eredmény is szerepet játszott abban, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság Málnai István díjjal ismerte el Pákai Béla munkáját. Én meglepődtem ezen, mert az ember nem azért csinálja, hogy kapjon díjat, de nagyon büszke vagyok rá, nagyon jól esett, és tudomásul kell venni, hogy bár csak 10 éve van ez a szakosztály, ugye nem csak kerekesszékes vívás, hanem épvívás is, de rendkívül eredményesek vagyunk. Összeszámoltuk, hogy 9 Európa-bajnok és világbajnoki érmet nyertünk eddig, 27 világkupa érmet, volt egy paralimpiai bronzérem, és 2 paralimpiai helyezés. Nyilván ezekben az eredményekben még a Veres Amarilla eredménye is beleszámítottak, a Tarjány Istvánéval együtt. A legközelebbi világkupa versenyt novemberben Egerben rendezik, majd decemberben Varsó ad otthont az Európa-bajnokságnak. A nyíregyházi kerekesszékes vívó kartban és párbajtőrben is indul mindkét viadalon. A cél az, hogy csak úgy, mint Tokióban, Párizsban is mindkét fegyvernemben ott legyen a mezőnyben.